Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manéa vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című magazinját látják. A következő témákkal készültünk. Élet, érzés, kalaznó. Környezet, kultúra, életminőség. A szekszárdi könyvek új otthona. Esztétikus, modern, zöld könyvtár épült. PAD, irodalmi és művészeti folyóirat lapszám bemutató. Rül Gizella. Kizárólag Tolna vármegyéhez kötődő ipar és népművészeti alkotásokat gyűjt. A Tolnai Hegyhát területén Hőgyésztől 6 kilométerre keletre fekszik, nevezhetnénk a Béke szigetének is. Kalaznón járt stábunk egy táborban, ahol hagyományos természetközeli építési technikával újítanak fel egy régi svábházat. Távol a világ zajától a meghitt környezet már több alkotni vágyó művésznek nyújtott ihletet és adott otthont. Ez alkalommal táborozók érkeztek az alig több mint 100 lélekszámú kalaznóra. Az idén pécsi építészekkel közösen elkezdtünk szervezni egy tábort. Ők nagyon érdeklődnek az ökológikus építészet és a hagyományos természetközeli építőanyagokkal való építkezés iránt. Én pedig ezt csinálom itt építész végzettség nélkül, itt Kalaznón, és akkor a kettőt összekötöttük, és akkor szerveztünk egy tábort, ahova eljöhettek olyan főleg műszaki területről érkező emberek, akik kipróbálhatják ezt a fajta építkezést. Belenyúlhatnak a sárba, egész koszosak lehetnek úgy, mint én minden nap. A helyi sárral tapasztunk, szalmával, törekkel, használunk még, nem tudom, lócitromot. Vagy... Evel a házzal nekem az a nagy kísérletem, hogy hogyan lehet a 21. században manapság modern építőanyagok nélkül, vagy legalábbis minimális felhasználásával olyan házat építeni, ami megfelel a mai igényeknek, és ez mennyivel olcsóbb, mint hogyha modern építőanyagokból építkeznénk. Itt ez az épület, ez egy 120 négyzetméter alapterületű családi ház lesz, amiben gyakorlatilag csak újrahasznosított anyagok épülnek be. Csak olyan modern anyagot építünk be, ami mással nem kiváltható, és minimális mennyiségben. És az lenne ennek az üzenete, hogy az emberek bátran merjenek használni a környezetükből alapanyagot, attól, hogy valami régi és lebontott építőanyag még nem kell kukába dobni, nagyon is jól fel lehet használni, okosan és értő módon lehet ezeket alkalmazni, és nagyságrendekkel olcsóbban lehet így házat építeni, és egyébként sokkal egészségesebben, mint cementből, betonból, műanyagból és egyéb modern anyagokból. Azt szokták mondani, hogy egy új családi háznak a bekerülési költsége az olyan 500 ezer forint per négyzetméter, tehát egy 100 négyzetméteres ház átlagban, ez egy statisztika, tavalyi évben 50 millió forintból épült meg. Nekem az volt az eredeti tervem, hogy ezt a házat persze nem nulláról építettük, de még le is kellett bontani, és csak körülbelül egyharmadát tudtuk hasznosítani a falaknak, meg elég sok építőanyagot. Az volt a tervem, hogy körülbelül 10 millió forintból építjük meg ezt a házat. Most úgy látom, hogy nem fogunk ebbe beleférni, egy kicsit túlnyúlunk, de nem közel se fogjuk elérni az 50 millió forintot, még a felét se, talán a harmadát, vagy annyit se, mire ez elkészül. Hogy aztán mennyibe kerül majd ebben élni, azt csak tippelni tudom, hiszen most is egy hasonló vastag 50 centis, 60 centis falu, vert falu vályokházban élünk, ami 120 vagy 100 évvel ezelőtt épült. Hogyha az ember ésszel fűt és jól használja ezt a házat, akkor mindenféle modern szigetelő anyagok nélkül is teljesen jól melegen lehet tartani télen. Nyáron pedig most is, amikor itt kint, nem tudom, 40 fok körüli a hőmérséklet, a lakásban 24-25 foknál nem megy magasabbra a hőmérő mutatója. Ezek a falak együtt élnek az emberrel. Lélegeznek, beveszik a párát, kiengedik a párát, nincs semmi lefolytva hermetikusan, egy kicsit az ablak szellőzik, oké, de az jót is tesz neki, hogyha ott jár a húzata, valamennyire van légmozgás. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a házak egészségesebbek. Egyszerűen jobb életminőséget tudnak biztosítani. Úgyhogy persze jól vannak karbantartva. Ha nem hagyjuk eldohosodni, ha nem hagyjuk felvizesedni, ha nem hagyjuk, hogy peregjen a vakolateste a fejünkre, stb., akkor ezek a házak alapvetően egészségesebbek, mint a modern építőanyagokkal épült épületek. Nagyon sok jó példát látok országszerte. Fiatalok, sokan, akik városból költöznek ki, megtalálják a boldogulásukat faluhelyen, sőt, tanyákon is. Sokan pedig, akik falun élnek, és ott mernek, ott tudnak maradni, még úgy is, hogy egyébként elmentek nagyvárosba, fővárosba, egyetemre, főiskolára, aztán visszaköltöznek a saját szülőfalujukba, és ott megtalálják a boldogságukat. Szerintem az ország nagyon-nagyon fővároscentrikus, ez egy hiba, miközben vidéken is csuda jó helyek vannak, itt Tolna megyében is gyönyörű a táj. Norbert 5 évvel ezelőtt vette meg ezt a régi svábházat.
Ezt a völgységi dombságot simán össze lehet vetni a Balaton felvidékkel, mind a tájképet tekintve, mind a népi építészetet tekintve, de akár még, nem tudom, olasz vagy francia régiókkal is nagyon szép, gyönyörű ez a táj, és egyszerűen itt gazdálkodni lenne nagyon érdemes. Ha egy család arra próbálna berendezkedni, hogy egy családtag dolgozik, egy másik pedig otthon van és nem keres munkahelyet, hanem azzal foglalkozik, hogy a család számára a saját kis kertjükben vagy a környéken megtermelje az élelmiszert, biztos vagyok benne, hogy sokkal jobban kijönnének, mintha mind a ketten dolgoznának, és az összes élelmiszert meg kéne menni boltba vagy egy áruházlánc valamelyikében. Nemrég született meg a kislányunk, egy 9 hónapos, és az a tervünk, hogy ha ez a ház elkészül, akkor itt fogunk letelepedni, és itt fogjuk felnevelni a kislányunkat ebben a gyönyörű környezetben. A falusi élet minden csinyát-bínyát, és persze a nagyvárosi csíziót is megtanítva neki. A felújítás alatt álló nemrég még omladozó épületben valószínűleg olyan gerendák vannak, amelyek még német erdőkből kivágott tölgyből készültek. Hát én a YouTube-on találtam rá, Életérzés Kalaznó címmel, és hát ugye aki ezt figyelemmel kíséri, az láthatja, hogy mi folyik itt, mi próbál megvalósítani, megteremteni, vagy új életre kelteni. És hát volt egy ilyen egyetemisták által szervezett program erre a hétre, egy pár napban, ahol egy osztópárkányt szerettünk volna elkészíteni, és készül is ez ennek a sablonja, ezt tegnap készítettük, illetve ma, és a ház elején a csúcsfonalat is látni ennek a működését, majd most egyelőre csak a nagyoló mennyiséget visszük föl, és akkor holnap lesz valószínű, amikor finoman ennek a profilnak a mentén kialakítjuk a párkányt. Egyfajta közösségépítés, tudás csere, tudás átadás, oda-vissza, tanulás, és hát ez nyilván segít a jövőben is, aki ugye ezzel foglalkozik, én is egy ideje már foglalkozom ehhez hasonló tevékenységekkel, hobbi szinten is, akár ugye a házépítés során azért nagyon sok ötlet, régi technológiák kerülnek újra felhasznosításra, illetve hát, hogyha valahol hiány van, ott egymásnak tudunk itt segíteni egy ilyen program keretében, hogy megismertessük másokkal is, hát meg magunkkal is a látottakat, és hát a jövőben ezt tudjuk hasznosítani. Szerintem egy egészséges életteret biztosítanak ezek a házak, csak úgy, mint régen is, és hát sajnos azért ezek feledésbe merülnek, ezek a települések is, ez az építési módozat, vályogházak, a fa, a természetes anyagok használata, ugye nagyon elmentünk egy műanyag, egy ilyen nem lebomló anyag használat irányában, és itt ezek, amik itt vannak, ugye a tégla, a vályog, ugye a vályog is egy kiégetett, ugye a vályog téglák, ugye ezek ki vannak égetve később, és akkor tégla lesz belőle, ezek így lebomlanak, a fa is később, a vályog is föl is tudjuk használni, itt is vannak ezeket a régi vályog darabokat használjuk, föl daráljuk le, és aprítjuk, és azt itáljuk vissza, és abból készül a tapasztás később szálasanyagokkal, szalmával, törekkel, majd aztán hát ugye lócitrommal is a simító vakulatba teszünk, hogy nagyobb legyen a tapadás, meg hát közte vannak különböző módozatok is természetesen. És hát azért próbálunk egyfajta szépséget is teremteni, úgyhogy ez több folyamat, régi anyagokat használunk, a gerendák, szarufák is régi bontott anyagból vannak, és ezek kerülnek vissza beépítve, mutatják magukat majd a későbbiekben, illetve hát akik benne laknak, majd azoknak egy szuper érzést biztosít, úgy gondolom. És nekem is ez a célom, hogy ezeket így átadjon másoknak is, illetve hát, hogy aki ezt megismeri egyszer, az lehet, hogy más nem akar soha többé, mert sokkal jobb érzés egy ilyenben élni, lenni, mint egy akármi anyag épületben. Leegyszerűsítve. Maga ez az élő természet, ami itt van, és az őseink megvalósították. Most, ha körbenézünk, mondjuk, akkor azt látjuk, hogy keszekuszaság van, ugye a természet visszaveszi magának az életterét, de ezt újra lehet éleszteni a Csipke Rozsik álmából is, és szemben mondjuk, amit mondtál, ugye, hogy az új telkek, akár egy új építésű ingatlan, ott ugye nagyjából azon van egy üres telek, egy gyümölcsfa nincs rajta, majd elmegyünk a kertészetbe, és megvesszük a
a tujákat, sövényt, és akkor kicsit így kizöldül a természet, de hát itt ezek így nőnek maguktól. Persze ültetni is kell, vagy visszahozunk bizonyos gyümölcsfákat, amelyek így feledésbe merültek, és ugye hát ez itt előttünk van, nem kell menni a boltba, megteremtjük. Sok munka, az tény, viszont visszajön a későbbiekben, és hát tudjuk, hogy mit teszünk az asztalra, mit teszünk meg, és ez egy nagyon fontos hosszú távon. Úgyhogy ez egy körfolyamat, tehát az elejétől végéig a környezetünk, ami körülvesz, az épített örökség és az épített épületek, azok ezek szimbiózisban vannak egymással, és ugye ezt az életteret éljük, és ezt az életet éljük, akkor szerintem egy ilyen jó kis jövőképet tudunk, és ezt átadjuk, vagy megosztjuk egymással, akkor már megérte. Az otthonteremtésnek és a családi házépítés léptékben ez egy olyan alternatíva a megszokott konvencionális építőanyagokhoz képest, ami a helyi erőforrásokat használja ki mind emberi, mind anyagi oldalról is. És a szalma egy olyan alapanyag, ami hőszigetelésként, falazó anyagként is, és térkitöltő anyagként, és a vakolat egyéb rétegeiben is helyet kap, tehát egy nagyon széles körben használható anyag, és ezt szeretnénk a vályog valamilyen ismertségére feltornászni, hogy a két anyag együtt, mint egy hagyományos és egy természetes építési rendszer ismerté váljon az országban. Jövőre szeretnénk egy új tábort szervezni, most vagy ennél a háznál, de ez valószínűleg elkészül, akkor viszont Kalaznunk van elég sok ház, ahol ezt lehet alkalmazni bátran. És jövőre újra próbálkozunk. Környezetünk mindig árulkodik kulturális szintünkről. Kalaznon pedig tanúi lehettünk az építészeti kultúra, a hagyományok, az értékmentés és az értékteremtés életre keltésének. Az I. és Gyula könyvtár már nagyon szeretné elfogadni új otthonát a Szekszári Tudásközpont épületében. Bár még nehéz elképzelni, de hamarosan megtelnek majd az üres polcok, a hangulatos, tágas és nem utolsó sorban zöld könyvtárban. Nagyon régóta aktuális lenne már, hogy a könyvtár helyzete megoldódjon. Erről Liphauser János, az I. és Gyula könyvtár igazgatója beszélt. A szekszárdi székhelyű I. és Gyula könyvtár Magyarország első világháború után épült könyvtár épülete. A régi épületünk, ez 1960-ban készült el. Magyarul egy nagyon-nagyon régi, a könyvtáros szakmában már régóta meghaladott koncepció alapján épült fel az épület. Ez az épület már nagyon kevéssé alkalmas azokra a közösségi feladatokra, azokra a szempontokra, amik alapján a modern könyvtárak működnek. Ez már 1970-ben fölmerült, hogy új épület szülessen. Az elmúlt évtizedek során nagyon sokféle terv elképzelés született, hogy hogyan kerüljünk mi egy új épületbe. Ezt 2016-ban a Modern Városok Program keretében létrejövő tudásközpontnak a terve jelentette a megoldás számunkra, ami elkészült, most már lassan egy éve arra vár, hogy beköltözhessünk. Ez alatt az egy év alatt sok minden történt, ez alatt az egy év alatt sikerült bebútorozni az épületet, megkaptuk azokat a bútorokat, amire lehet át le költözni, viszont az a fajta közbeszerzés, ami a költöztetést segítő cég kiválasztását célozza, az kicsit elhúzódott. Egészen mostanáig nem volt döntés, de a legutóbbi pénzügyi bizottság meghozta azt a döntést, ami alapján a pályázók közül az első kettő legjobbat nevesítette. Azért ezt a kettőt, mert hogy a közbeszerzési törvény ezt írja elő, hogy legyen első-második helyezett, mind a kettővel már szerződés közeli állapotban van, hogyha az egyik valamiért kiesne, akkor a másik helyére tudjon állni. A tényleges szerződés kötésig meg kell várnunk a kötelező terminusokat. Hogyha nincs semmifajta jogorvoslati kérelem, nincs vita a közbeszerzés lefolytatása kapcsán, akkor ez 10 napon belül meg kell, hogy történjen, hogy legyen szerződésünk. Ha van, akkor nyilván a megfelelő terminusokkal ez tolódik, hogyha iratbetekintést kér valamelyik fél, aki nem győzött, akkor az körülbelül egy hét, hogyha a vitarendezést igényelne valaki, akkor az még körülbelül egy hónap,
csúszást jelenthet. Hát nagyon reméljük, hogy egyik se történik meg, de hogyha ezek után még valaki perre is vinni a történetet, akkor az még évekig elhúzódható történet lenne. Igazából senkinek nem lenne jó. Azt gondolom, hogy akár ha a 10 napon belül megkötődik a szerződés, akár mondjuk egy hónap múlva, augusztus közepén kötődik meg a szerződés, akkor elindul egy költözési folyamat, ami nagyon nehéz és bonyolult, sok szempontból összetett, hisz a könyvtárnak az állománya az több mint 300 ezer tétel. Ez folyóméterben úgy kell elképzelni, mintha körülbelül 6 kilométer hosszasan egymás mellé raknánk az összes dokumentumot, és akkor ezt kéne megmozgatni. Ez mondjuk tonnában több 10 tonna. Ez egy súlyos fizikai munka, másrészt viszont nagyon komoly szakmai elvárásaink vannak a költöztető céggel szemben. Tudnélik, hogyha valaki ezt a több 10 tonnát átrántja ide, és fölrakja, de nem rendbe teszi, akkor az olyan, mint a tönketették volna a könyvtárat. Tehát nekünk nyilván az egy nagyon fontos szempont, hogy a könyvtári rendet megtartva, a könyvtár valóságos értékét jelentő könyvtári szabályoknak megfelelő rendben költözzünk át. Ez egyszerre nehéz, tehát egyszerre egy fizikai munka, és egyszerre egy szellemi tevékenység. Tetejében az meg nagyon megnehezíti ezt az egész folyamatot, hogy több helyről kell költözni, a gyűjtemények jelentős részét össze is kell sorolni. Tehát nagyon sok és bonyolult feladat vár ránk. Én azt remélem, hogy a vállalkozó által kínált 28 munkanap az elég lesz rá. Én azért félek tőle, hogy ez több lesz. Hisz bármikor lehet csúszás, bármikor lehet változás. Mindjárt az első, hogyha belecsúszunk a születi fesztivál idejébe, akkor ott nyilván az alatt a pár nap alatt nem lehet költözni. Az biztos, hogy nekünk a legfontosabb célunk, hogy mindenfajta partnerünkkel jól tudjunk együtt dolgozni. Felvetődik a kérdés, hogy a költözés folyamata közben hogyan tudják majd megoldani, hogy működjenek a könyvtár szolgáltatásai. Az igazság, hogy minden rosszban van valami jó. A Covid alatt azért megtanultunk úgy működni, hogy az emberek nem jöhettek be a könyvtárba. Az alatt is folyamatosan fönntartottunk egy szolgáltatást. Azt hiszem, hogy ezeknek a gyakorlatát fogjuk tudni most feleveleníteni. A Covid alatt rengeteget vittük házhoz a könyveket, akik nem tudtak eljönni az épületbe, azokhoz mi gépkocsival kivittük. Másrészt megnyitottuk azt, hogy a kapban kölcsönöztünk. Tehát, hogyha most ki tudunk alakítani akár itt, akár a régi épületünkben egy olyan kölcsönző pontot, ahonnét az előzetes kérésekhez alkalmazkodva előkészített módon ott megjelennek a könyvek, akkor tudunk kölcsönözni az embereknek. Ami igazából nagyon fájdalmas, hogy amit nem tudunk biztosítani ebben az időszakban, az, hogy bejöjjenek az emberek, itt helyben tanuljanak. Az épületben mindent megtettek azért, hogy maximálisan kiszolgálják a jövőben a tanulókat, olvasókat, érdeklődőket. Remekül kialakított privát légkörű olvasóhelységekkel, tágas, világos terekkel, kreatív elrendezéssel, és még egy média lejátszó szobával is találkozhatunk, ahol egy több mint 1000 darabos bakeli gyűjteményből válogathatnak majd a zenehallgatás szerelmesei. A Szekszárdi Babits Emlékház árnyas udvarán került sor a PAD irodalmi és művészeti folyóirat lapszám bemutatójára. A kulturális eseményen közreműködők és szerzők felolvasást is tartottak, ami a nagy meleg ellenére üdítő volt a résztvevők számára. A PAD lapszám bemutatója lesz nem sokára. Lassan 30 év, ez a 28. évfolyam, 29 éve kezdtük el Jankovics Zoltánnal. Kitaláltuk, hogy ráférne a városra egy irodalmi lap, és akkor egy év múlva megjelent az első száma, és most a 28. évfolyam számát mutatjuk be, és szerzők fognak felolvasni, hogy kedvet csináljanak a laphoz és az irodalomhoz. Hát nem is itt szerettük volna, hanem fönt a Mészőtanyán, de hát annyira meleg volt, hogy szavazatok alapján nyerte a Babits Ház árnyas udvara. Liphauser János 12 éve társszervezője Szekszárdi Magasiskola alkotótábornak. Fordulóponthoz érkezett, az elmúlt 10 tábor nagyon sikeres volt, és szembesültünk azzal, hogy fölnőtt mellettünk rengeteg írótábor, és az állami támogatás hiányában
már nem tudtunk versenyképesek lenni. Kicsit drága az a koncepció, amit csináltunk. Viszont az egész írótábor azért jött létre valamikor régen, hogy megszülessen a Borkolábölgyi mészőtanya, és a mészőtanyából alkotóház legyen hosszú távon, és idei év lesz az első olyan év, ahol egy mésződíjas, Györfi Ákos személyében egy hetet tölt Szekszárdon, mészőtanyában is, és hát remélhetőleg ez a hely szelleme megígézi, és születnek Szekszárdhoz kötődő írások újra. Régi nagy híve vagyok ennek a folyóiratnak, a PAD-nak. Elsősorban azért, mert ezeket a vidéki folyóiratokat nagyon fontosnak érzem és gondolom azért, hogy tehát ez egyfajta misszió, amit ezek a lapok teljesítenek, azt hiszem. Ez egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen alkotói hét, amire én ide érkeztem, és nekem van egy ilyen elképzelésem erről a hétről, aztán majd elválik, hogy ez így hogyan sikerül, hogy itt a mészőnek valahogy a nyomába akarok eredni. Tehát, hogy elmennék azokra a helyszínekre, azokra az emblematikus helyszínekre, amik az írásaiban is fölbukkannak. És akkor ezekről az arándoklataimról írnék majd valamit. És azt éreztem, hogy már itt a délután elmentem a mészőtanyára, és ott üldögéltem egy órácskát, és az is már egy olyan emlékezetes élmény volt. Ez a tájban való ilyen megmerítkezés, és ez ennek az atmoszférának az átvétele, ami már egy ilyen jó kiindulás erre a hétre, azt hiszem, a számomra. Ide mindig jó visszatérni, mert annyira erős ez a millió és ez az atmoszféra, ami az ember, tehát hogy is mondjam, csak hát rabul ejti. Sajnos, mivel a magasiskola rendezvényünket idén a 11. alkalommal nem tudtuk megrendezni, de nagy öröm, hogy azért néhány programot itt azért meg fogunk itt Szekszárd különböző pontján valósítani, és ebből az egyik, ami minden évben jellemző, hogy a magasiskola kereteiben került megrendezés, ez a PAD lapszám bemutató, és mindig nagyon jó írásokat hallhatunk, láthatjuk, hallhatjuk a szerzőket, és ez mindig egy jó alkalom a találkozásra. Nagy meleg ellenére ez egyfajta felüdülést jelent. Kizárólag Tolna vármegyéhez kötődő képző, ipar és népművészeti alkotásokat gyűjt. Célja, amelyen már több mint két évtizede dolgozik, hogy a jelenlegi, illetve a korábbi alkotókat a helyiek megismerjék. Rül Gizella otthonában fogadta stábunkat. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a saját közelebbi környezetünkben élő művészeket, alkotókat ismerjük meg, és tulajdonképpen egy 25 éve, vagy még annál is több, én azon dolgozom, hogy minél jobban bemutassam, megismertessem az itt élő alkotó embereket, mert úgy gondolom, hogy ők egy csodák, akik fantasztikus dolgokat tudnak alkotni. A gyűjteményemből elég gyakran kölcsönzök kiállításra, vagy pedig egy adott tematika szerint válogatok egy komplett kiállításra való anyagot. Ilyen volt például Szekszárdon a Babits Művelődési Központtal indítottunk 8-9 évvel ezelőtt egy Művésztanárok Tolnában sorozatot, és ott az első kiállítás az én gyűjteményemből volt, azzal a címszóval, hogy akik előttünk jártak. Nagyon szívesen fogadok látogatót is, csak mindenkit nem szeretnék beengedni, mert ez az otthonunk, itt lakunk, és hát a háznak két érdekessége is van, hogy általános iskolás koromban én már azt mondtam, hogy jaj, de gyönyörű ez a ház. És amikor végül is megvettem, akkor és felújítottuk a homlokzatot is, 2-3 centi vastag kőpor alatt voltak a gipszdíszek, és nagyon sokan mondták utána, hogy hát ők nem is gondolták, hogy ilyen
szép díszek vannak ezen a házon. Hát én valahogy lehet, hogy már a kőpor alatt is megláttam gyerekkoromban, és végül is sikerült megvásárolni ezt a házat, és én azt mondtam, hogy innen engem csak lábbal visznek ki, lábbal kifele visznek ki, én innen soha sehova nem fogok költözni. És a másik érdekesség meg, ugye Tolnán volt rajztanár, és ő alapította meg a Tolnai Képzőművészeti Kört a 40-es, 50-es évek fordulóján, Martinek József festőművész rajztanár, és 1926-ban, amikor először jött Tolnára, mert ő pécsi származású, még mint legényember, akkor ebben a házban volt albérlő. Tehát ez is egy kisugárzást ad a háznak. Számomra sokat jelent minden esetre. Tulajdonképpen minden darab a lelkemnek egy kis része, és még azok is, amik tudom, hogy kvalitásban nem olyanok, de szeretem az alkotóját, kapcsolatom van vele, és nekem ezek nagyon sokat jelentenek. Esküvőre voltunk hivatalosak, és hát én úgy gondoltam, hogy egy festményt viszünk NASA ajándékba. De hát ugye ez még hét elején megvettük, egész héten kiraktam az irodába, az íróasztalom elé, hogy addig nézegetem. És bizony szombaton el kellett menni venni egy másikat, mert beleszerettem, és azt mondtam, hogy ezt nem adom oda. Tehát ilyen szerelmek tulajdonképpen az én kapcsolatom mindegyik darabjához a gyűjteménynek. Elég nagy fába vágtam a fejszémet megint, mert egy szoborparkot alakítok ki a kertünkbe. Ez megint tulajdonképpen értékmentés. Nagyon jó barátom volt Bakó László várdombi szobrászművész, akinek a szobraitból sokat megvásároltam, illetve Szatmári Juhos László szobrászművész szobrai kerültek a kertbe. Igaz, hogy a férjem régen azt mondta, hogy gyűjtsél inkább bélyeget, mert az jobb, mint kisebb, mint a festmény, de most azt mondta, hogy inkább térjek vissza a festményekhez, mert a szobrok azok nehezek. De én úgy gondolom, hogy egy csodaszép környezetet sikerül így kialakítani, és rövid időn belül szeretném fölavatni a szoborparkot is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című magazinját látták. Viszontlátásra!